Feljelentést tettem az ajánlásgyűjtések során elkövetett visszaélések miatt, ugyanis a saját szememmel láttam, ahogy országos szinten kereskednek állampolgárok adataival, így módon szerezve jelöltséget, országos listát és kampány 100 milliókat. Tisztességes körülmények között ennek úgy kellett volna kinéznie, hogy az illetékes hatóságok hivatalból indítanak eljárást, hiszen már nyílt titok volt, hogy több közvetlenül a választások előtt bejegyzett kis párt tisztességtelen eszközöket alkalmaz az aláírások gyűjtése során. Állampolgári és erkölcsi kötelességemnek eleget téve úgy döntöttem, hogy vására viszem a bőrömet. A feljelentésemhez csatoltam 200 hamisításra szánt ajánlóévet, egy hangfelvételt, továbbá egyértelmű támpontokat adtam a nyomozóhatóságnak, bízva a bűncselekmény gyors felgöngyölítésében. Az hagyján, hogy a kezdetektől fogva mezei korrupciós ügyként kezelték, de még csak nem is gyorsított eljárásban. December van. 9 hónapja nincs semmi fejlemény. Bolt Péter az állam büntető igényének kizárólagos letéteményese, a fék és az ellensúly a mai napig ölbetett kézzel nézi végig, ahogy a haverjai padlógázzal építik le a demokráciát, lopják milliárdossá magukat, és a nemzeti szuverenitásra hivatkozva újra ütköző államot csinálnak Magyarországból. Szemet hunyt a fölött is, hogy nem volt tiszta az április 6-ai választás. Az ajánlási rendszerbe belekódolták a csalást, amely pontosan elég volt ahhoz, hogy egy jól szervezett politikai kisebbség megszerezze a kétharmados többséget. És talán ahhoz is, hogy 2018-ban jöhessenek a kék cédulák. Ne szépítsük, mondjuk ki végre, hogy választási csalás történt. Mondjuk végre ki, hogy a saját magukra szabott választási rendszerben is illegitim a kormányzati kétharmad. Ám ne feledkezzünk meg az úgynevezett demokratikus ellenzékről sem. Valaki eljuttatott hozzájuk 10 000 fénymásolt aláírást. Tudtak a csalásokról, és ennek ellenére elfogadták a választási eredményeket. A fizetésüket hazaviszik, közben a médiában gyermekéhezésről beszélnek. Ideje szint vallani, nem kell asszisztálni az áldemokráciához. Követeljük, hogy vonuljanak ki a parlamentből! Egy ilyen mozgalomnak azt kell az árszájára tűznie, hogy kimondja azt, hogy ez a választási törvény, vagy választójogi törvény, amit 2015. decemberében fogadott el a parlament, ez egyszer bizonyította azt, hogy indokolatlan mértékben kompenzálja a győztest, védhetetlen módon ferdíti el az erőviszonyokat, és nem alkalmas arra, hogy a társadalmi akaratot reprezentálja a népképviselet legfontosabb szervében a parlamentben. Ennek a mozgalomnak az az elsődleges feladata, hogy megteremtse azt a társadalmi közeget, ahol a politikai pártok, az egyéb politikai szereplők, intézmények összességében képesek lesznek egy konszenzusos választójogi törvényt megalkotni, és képesek lesznek arra, hogy a választások további meghatározó elemeit, kampányfinanszírozás, a kampányolás lehetőségei, médiahelyzet, és így tovább, és így tovább, ebben egy szintén konszenzusos javaslatot kialakítsanak. És onnantól kezdve a parlamenten lesz a nyomás és a felelősség, ami nyilvánvalóan a Fidesz-KDNP-t jelenti ebben az esetben, meghajol ezelőtt az akarat előtt, amit konszenzusosan létrehozott a társadalom, vagy ha erre nem lesz hajlandó, akkor pedig szembenéz azokkal a következményekkel, amelyek abból adódnak, hogy kimondta, hogy semmibe veszi a nép akaratot. A mozgalom, amit meghirdettem, annak olyan széles körből kell tudnia polgártársakat maga mögé állítania,
amit ez az ország még nem látott. Szélső jobb oldaltól kezdve, a konzervatívokon át, liberális polgártársakon keresztül, baloldali polgártársakig bezárólag, itt mindenkire szükség van, aki azt gondolja, hogy a mostani választási rendszer egészét meg kell reformálni, és mindenkire szükség van ahhoz, hogy föl lehessen mutatni egy annyira széles társadalmi többséget, ami kikerülhetetlené teszi a Fidesz számára a szembesülést azzal, hogy a népakarattal szemben kormányoz. Ha erre mégis csak vetemedne, hogy semmibe veszi ezt a követelést, akkor meg szembe kell nézni azzal a polgárengedetlenségi mozgalommal, amit ez a mozgalom akkor azonnali hatállyal el fog indítani, és ami a társadalmi együttműködés megtagadásáról fog szólni a kormányhatalommal szemben.